Miről szól a game? Meg kell ölni a dinoszauruszokat, meg a többi játékost. A sztori eléggé kacifántos, de ilyen multiverz, több paralel valóságos alapsztori van, amiben a múltban vájkálunk egy AI szimuláció rendszeren keresztül. Igen. Ami igazából egy ilyen küldetés sorozat, PvE szinten versenyzel egy másik csapattal, hogy milyen gyorsan tudod teljesíteni az objektíveket. PvP-nél ugyanez van, csak a végén, aki gyorsabban csinálja, az kap némi előnyt az utolsó körben, amikor már van PvP is. Ez az AI. Úgy hívják, hogy Leviathan, ha valaki még hallotta volna. I am the advanced artificial intelligence, Leviathan. For efficient combat, be aware. Deadeye and vigilant projectiles offer effective counters to terrestrial attack. Egy sniperünk van, egy supportunk van, egy bombónk van, és egy mealing. A melee az nem olyan szerencsés. A másik teamben egy support, egy tank, egy melee, két support. Ó, a mealing cserélt egyet tankra. Fuck yeah! Két sniperrel tudunk jók lenni. Erd Dávid, nagyon szépen köszönöm neked is. Dimensional transfer complete. Have a super day. Úr, emlékszem, ezen a pályán van a híd. High Dinosaur Call van. Follow the Watcher. Initiating Dinosaur Call Mission. Preparing combat area. Raptor gyilok. Ezek nem raptorok, csak szólok. Reméljük a team tudja ezt. Aha, itt. Próbálom pingelni nekik, hogy azt lövjék már, de kurvára nem azt lövik. Most már igen. Ezeket a kis küldetéseket, hogy látjátok ott hány darab dinót kell megölni, azt kell gyorsabban csinálni, mint az enemy team. És mindjárt kíváncsi vagyok, hogy az enemy team hogy halad. Ott középen fent, látjátok, van egy progress bar. Egy nagyjából 5 másodperccel gyorsabbak, mint mi. Ott látjátok, ahogy haladunk a középső pöty felé két oldalról. Ó, te jó ég. Oké, bonyolódik a történet, mert most már ilyen nagyon speckó dínókat is kell ölnünk. Az a nagy golyó lesz a baj. Hol nem páncélozott ez a redva? Ez az, kapta a nagyot. Kinyírtak, de semmi gond, mert bement a nagy dam. Az volt a lényeg, hogy a nagy dam bemenjen a nagy dögnek. A többiek, látjátok, így próbálják gyilkolászni, mint a gép, de felhúz, ez az. Megfordult. A fagyasztást próbáltam, sikerült. Egy nagyon picivel vagyunk lassabbak. Azt hittem sokkal lassabbak leszünk. Pirossal a két mission között látjátok, hogy hol jár az enemy team. Triceratops. Ide! Ez hülye, bazd meg. Thanks.
Ez az, kapja! Nagyon gyorsan kapja! Yes! Ez gyorsabb volt! Basz meg, ez is egy picit lassabb volt! Itt futunk, látjátok, utánok, mint az állat. Rohadt élet, hogy a faszomba csinálják gyorsabban? Nem is volt náluk sniper, mivel ölnek olyan gyorsan? Oké, raptorokra kell koncentrálni. Nem azokra. Ezekre. Aha, az lesz az. Hol van a... Na, ott van. Azt kell kinyírnunk, amelyik lángol. Kapta. Megvan, és már csak... Ez is megvan, jó. Hú, zsír. Eddig jó. És most? Basszus, láttátok, hogy mekkorát pattant középen a jelzés? Körülbelül 3-4 másodperc van. Még mindig. Oké. Akkor azt lehet csinálni, hogy ők lövik a földieket. Én megpróbálom szétkapni majd a... Nem fogják, a pteranodokat nem fogják lőni, az biztos. Arra játszom, hogy hát ha az enemy team se lövi. Én viszont megpróbálom. Megvan? Hol van még egy? Megvan? És most már csak raptorokat kell öldökölnünk. Jó. Ho-ho-ho! Gyerünk. Oké, most talán jobbak vagyunk. Nem, most is gyorsabbak voltak. Most még gyorsabbak. Olyan 5 másodperccel, 6 másodperc, most sokkal gyorsabbak voltak, mint mi. Nem lesz ez így jó. Carnotaurus, ide be! Jézus Mária! Ez az. Ez az. Ne basz már, hogy ők már megölték! Hogy? Mivel? Fuck you! Hogy a faszomba ölték meg olyan gyorsan? Most is már annyi ideje benn vannak a PvP zónában, mint a szar. Legalább 15 másodperce. How? Faszom! Nem igaz, komolyan mondom. Pedig mondom, van nálunk egy másik sniper. Hogy nem? De hogyha az belepirítja az összes ilyen redvás szart. Hogy a gyíkomban nem... Na mindig. És ők mennyi ideje tolják amúgy a data key-t, de most komolyan, mert 20%-nál járnak már? Nem, még csak 12. Oké, kezdjük el tolni. Az a baj, hogy be kéne domináljuk őket.
has progressed 20%. You've got good timing. A Dominator has been generated. My team. Use the Dominator to commandeer a dinosaur and attack the enemy. És hol van az enemy? Stay near the data cube to escape and complete the mission. Huh? Hol van az enemy ilyenkor? What? The enemy data key has progressed 40%. I have awarded the enemy team a dominator. They may be with a hostile dinosaur. Your allies are on the offensive. Summoning Tyrannodons. Gyilkolom! Gyilkolom! Escort progress 40%. Oké, egy csökken a távolság. Negyvennyolc-negyvenhét, oké? Óvatosan. Oké, 51-48, behoztam. Ki tudtuk egyenlíteni nagyjából a cuccot. Hol van a team? Erre jó, zsír. Egy picivel előrébb jutottunk. Oké, 60-53, így nem olyan rossz. Lehet, hogy ők viszont lehet, hogy a végére tartogatják. Oké, 68. Oké, óvatosan. Az a baj, hogy mindjárt behoznak, mert most megálltunk egy pillanatra. Rohadt tank nem viszi előre őket. Hol a picsában van a Dilophosaurus? Itt kell legyen valahol ezen az oldalon. Jó. Jó, nagyjából egyszerre fogunk beérni, és valószínűleg PvP-n fog múlni ez a dolog. Ami kurva gáz, mert nem tudom, hogy hogy tudok teljesíteni. Ott vannak. Picit előrébb vagyunk, mint ők. Megvan, meghalt! Ez az, baby. Úristen, itt van! Majdnem magas ugrás volt, és akkor nem tudott volna elkapni, de pont elkapott. Semmi baj, iszonyat támadnak, 99, 100, jó, egy picit megyünk tovább, most már extract van. Oké. Beginning preparations for aerial transfer of the data key. Preparations progress more quickly when friendly exofighters are near the data key. Continue escorting the data key. The data key is being attacked by dinosaurs. The data key is badly damaged. Has been destroyed. Mögöttem jön egy, az a baj, egy dinoszaur. Nem fognak tudni kimenteni. Bassza meg, annyira lefókuszál, mint a kurva élet, és ez a kibaszott feladaton nyírt ki. Semmi baj? Semmi baj. Wow. Oké, 6%, ők meg még nem vitték be. Tehát az tutira megvan, hogyha lejár az idő, ami 2,5 perc, akkor mi nyerünk. Ők még nem hozták be a cuccot. Úgyhogy annyival mindenképp előnyben vagyunk egyébként, hogy hiába támadnak meg, öldekölnek most minket, azért szaladok bele. The enemy
data key has progressed 90%. Consider directly attacking enemy exoplanets. I owe you. Megvan az egyik? Faszom! Benyomom az ultit, geci, és le tudnak fókuszolni kettem, az a három paraszt meghalt, mint bazd meg. Fáj a lelkem. Nem baj. Most nézzétek meg, mit csináltak. Látjátok, mit csinálnak? Hárman állnak bent. Most öten állnak bent. Kibaszottyok, kitalálták amúgy. És mind. És megnyerték. Megnyerték az ultra előnyből a játékot, bazd meg, azért, mert kinyírtak ötünkből kinyírtak négyet, és beálltak mind, feltolták és mind. Bazd meg, pedig mondom, fullra előnyben voltunk végig, bazd meg, és keci jól kitalálták egyébként a dolgot. De valami kurva kibaszott jól. Best exo fighters in this war game. Itt látszik, látjátok? Wow, nézzétek! Ez tanulságos lehet viszont, hogy Zephyrrel csinálta a legnagyobb Dinosaur DPS-t. Nice. De amúgy érdekes volt, mert most már így látszik, hogy amúgy ők azért sokkal jobbak voltak így teambe, és látszik, hogy mind kellene amúgy változtatni, csak az a baj, hogy team szinten kellene. Durva. Meg kéne próbálni még egyszer, csak... Igen, az a baj, hogy azon gondolkozom, hogy... Igen. Haruka, has it really been treated? Zephyrrel hogy a faszomba csinált akkor a nagy DPS-t? Hogy? Igen, mindenki roadblockot használja a tankok közül, azt tuti. Supportot van, aki kettőt hoz, ami nagyon kemény amúgy. Az a baj, nekem ennek kell lennem. Szerintem. Köszi, Miki, 41 hónapot. Biszkút, köszi neked is 28-at. Dobrogi, Kicsizó, köszi szépen nektek is, köszi Kicsizó 66 hónapot. Izgalmas volt a kör nagyon, csak én megmondom őszintén, hogy egy kicsit el is bíztam magam. Azt azért álltam ott megmagozni őket, hogy jobbra-balra ott szabadban, mert abban voltam, hogy tök mindegy, hogy meghalok-e vagy nem. De azt nem gondoltam, hogy ekkora előnyt szereznek ilyen gyorsan. Bizony, Miki. És mondd. Köszi Tipcsi neked is. Metállatsza? Kaffi. A gránátosat nem próbáltam még. Csak hát ugye ahhoz szerintem sokat kell játszani, hogy a modok megnyíljanak. Nagyon-nagyon gyorsan. De amúgy logikus, ha belegondoltok, mert hogyha megoldják azt, hogy tudod, 20 másodperc azt hiszem a respawn. Talán 20 másodperc a respawn. 20 másodperccel leiktatják a csapatnak a 4/5-ét, akkor beállnak mindannyian az extractba, és pillanat alatt megvan. Exo Fighters, welcome to the war game.
I am the advanced artificial intelligence Leviathan. I require all exofighters to participate in the combat tests. This is a two-team competitive scenario. Those on the other side are the enemy team. The first team to complete all of the assigned objectives wins. The winning team will be eligible for bonus existence. Data indicates that human beings improve their performance through competition. Compete to win, and compete to live. Compete to achieve research excellence. Choice. Check. No issues detected. I've got you back. Nem mondjátok, hogy... Nem mondjátok, hogy ennyi asszaulttal jönnek. Vagy Dead Eye, vagy mi az. Most három Dead Eye-jal jönnek. Hajrá, csak benne van, igen. És tényleg három Dead Eye, úristen. Balfast team in the house. Hú, de kurva jó. Egy tank, három asszaul, négy asszault. Biztos nem a supportosok fognak nyerni amúgy. Mondjuk az asszó, és a Dead Eye az legalább ilyen multipurpose. Legalább adnak nekik valamennyire. Megvannak. You are completing objectives slower than the enemy team. Lassabbak vagyunk egy hangyafarokkal. Proceed to next mission. Initiating dinosaur call mission. Preparing combat. Please wait. Lőjük a légiességeket, amennyire tudjuk. Majd ők remélem, hogy szarrá levik a földön lévőket. Summoning Tyranitar. Még egy. De nézzétek meg, hogy egyet nyírtak ki, egy raptort. Hol? Ott. Megvan, többet nem kell abból ölni. De ők ölnek. Az a baj, hogy nem nézik, mi az objektív. Jó, megvan. Halljátok, régen tovább ment az enemy team, régen, nézzétek meg, hol vannak. Megint szokni fogunk. Summoning Tyranitar. Summoning Raptors. Öcsém! Dinosaur call. Az a baj, nincsen support, úgyhogy most majd lesz valami regen. Szörnyen lassúak vagyunk. Nem úgy van, hogy egy idő után beüt az automata Health Reacher? Benne is van az a perk. Vagy az csak 74 HP-ig van? Nice.
Ez volt az egy, most már csak raptorokat kell gyilkolászni. Nice. Na, tudom, ma majdnem endgame van. Summoning Pachycephalosaurus. Summoning Tyrannosaurus. Summoning Raptors. Azaz, kell nekem. Megvan. Nekem kell a repülőket kilőni, és akkor meg vagyunk gyorsan, mert ők a földieket lövik. Igen, ez rohadt nehéz, itt szoktak ömleni. Manázu. Triceratops, most jövünk mi. Nagyon, most kell gyorsabbak legyünk. Kellene. Az a baj, hogy átment a finalbe. Az meg valaki más is lője már, hát a faszomat! Nem mondod, hogy elkapott a levegőbe, bazd meg. Hihetetlen. Megvan a LEGO skin, cucu. Az első ládában nyitottam a LEGO skin-t erre a csajra. A legeslegesebből. Semmi baj, benn vagyunk endgame-be, mert leszettem az életének a 90%-át, úgyhogy nézzük. Bizony. És van hozzá mechanikus papagáj. Róla mi? Megint meg kéne szerezni a dinoszauruszt és blokkolni őket, amennyire lehet. Mert már 20 előnyük van. Has progressed 20%. Summoning Raptors. A Dominator has been generated for your team. Use the Dominator to commandeer a dinosaur and attack the enemies. Stay near the data key to escort and complete the mission. The enemy team is on the offensive. Fight back. Hey Ganesh. Dominator active. I take advantage. Hú, azért rendesen tudnak ölni ezek a fiúk is. Ilyen gyorsan semmivel nem lehet megölni a Triceratopsot, bassz meg. Legalábbis, amit jelenleg láttam a játékból. Egyszerűen nem. Az a baj, most ők jönnek a dinoszárral. Megjött! Ennyi, meg is ölt. Tehát ennyire durván együtt dolgozni annak a teamnek, bazd meg. Nem tudom, hogy lehet úgy, hogy bazd meg elvileg.
ilyen randomok vannak össze-vissza. Nézzetek meg, megint 5-ből 4-en halottak vagyunk. Ők 3-an tolják a cuccot, mi nem toljuk egyáltalán. Senki nem sebesít szinte semmit. Márton egy kicsit legalább egyszerre jöjjünk vissza, de... Na, simán. Nem tudjuk az a baj annyit tolni, mint amennyit kellene. 4 perc van hátra. Pedig az előző körben amúgy egész jól vissza tudtam őket fogni egyedül a dinóval. Az igen. Hogyan? Summoning Pteranodons. Escort progress 60%. Bassa meg! Megvan? És meghalunk. Még nem? Az a baj, egész el is vitték. Tehát már ők már 100%-ban járnak. Oké. Combat test complete. You are defeated. An unfortunate outcome. But rest assured. Le voltunk maradva végig. Az a baj, hogy vagy így, vagy 3 Dead Eye-on így nagyon-nagyon nehéz. A Master Destroyer mi legalább mi voltunk. A nagy dínók kapták, mint a szar. De mondjuk úgy nem nehéz Master Destroyernak lenni, hogy... Vagy Master Destroyernak lenni, hogy a teambe te sebzel egyedül. Igazából. Bakker öcsém. Jó. Szerintem ennyi, srácok. Nézzétek, mondom, én továbbra is azt mondom, amit a game közben mondtam, hogy erről a game-ről, hogy a koncepció érdekes, meg amúgy nem rossz, mert el lehet felelni, meg izgalmas nagyon a PvP része a dolognak, legalábbis szerintem, és nincs ez a bullet sponge téma, meg semmi, úgyhogy ez igazából nekem adta. Néztem egyébként, hogy nektek mennyire, nem tudom, mostanában iszonyatosan nehéz olyan játékot találjak, ami érdekel titeket. Hiába régebbi játék, vagy népszerű játék, vagy vadonatúj játék, vagy ilyesmi, nagyon-nagyon nehéz a dolgom, megmondom őszintén, és így nagyon-nagyon nehéz válogatni abban, hogy mi az, ami felkelti az érdeklődéseteket, mert ezek a gémek sajnos hiába újak, meg most jelentek meg ilyenek, igazából valami iszonyatosan kevés embert érdekelnek még kíváncsiság szintjén is. Sajnos ez van. Ez volt a Final Fantasy-ből is. Úgyhogy majd látjuk. Nyilvánvalóan én ebben most csak bele akartam nézni. Hogy milyen, biztos, hogy tímmel egyébként egész mókás, meg hogy a Game Pass-esek el lesznek vele, meg nem kell kifizetni azt a 60 eurót hozzá. Stb. Úgyhogy hát meglátjuk. Nem tudom. Nem tudom, hogy az év hátralévő része milyen, mert nem tudom, megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon nehéz ez a dolog. Nem tudom majd, ez az Assassin's Creed, meg a Pókember. Talán ez a 2 lesz, ami érdekel valakit. Nem egyszerű dolog. Kajton, Rydren, Roland, Tibet Force, Csabi, Tipcsi, nagyon szépen köszi. Mondom, én élveztem legalább eddig a dolgot, azért nem akarok belevágni, mert szerintem nem végzek még egy körre.
belőle, de mindenki döntse el magának, hogy hogy tetszett neki ez az egész dolog. Micsoda? Majd a Starfield? Persze, az RPG játékok nagyon népszerűek szoktak lenni egyébként a Twitch-en. Tényleg. Egész biztos vagyok benne, hogy nem lesz a két óra stream után sípolás, hogy arra legyen dumának még! Inkább nem menjünk bele. Mondom, bár lassan nem tudok mit kitalálni, srácok. De tényleg nem. Mert holnap találkozunk. Köszi szépen. Na, szevasztok!